Örülök, hogy itt lehetek, ugyanis olyan szinten kötődök Dabashoz, hogy Herman Marika szívemhez nagyon közel álló személy, akivel már tényleg több éve hát együttműködünk, hogy ilyen szépen fogalmazzam meg. És fölmerült egy ilyen gondolat, hogy ő már nagyon sokszor hívott engem, hogy jöjjek ide, és mondtam neki, hogy jó, most lesz egy alkalom, egyből mindent megszerveztek, óriási, tényleg annyira nagy örömömre szolgált, és én egy picit a műsort is ehhez idomítottam, mivel ez egy irodalmi kör, ugye a Dabasi irodalmi kör, Gyóni Géza irodalmi kör, aki engem tényleg nagy szeretettel meghívott, ezért szokásomhoz híven nem csak énekelni fogok, hanem bizony kiválasztottam egy pár verset, és szavalni is fogok. Remélem, hogy nagyon fog tetszeni a közönségnek, mert őszintén megvallom, nem szoktam. Viszont azért egy kicsit mégis belecsempésztem a zenét, mindegyikhez kerestem valami olyan hozzáillő zenei alapot, ami passzol a vers hangulatához és az egész millióhöz. Így a poézis felől megközelíteni, és most nem egy olyan műsort állítottam össze, ami általában 90%-ban hozzám megszokott, hogy nagy opera áriák, nagy szimfonikus áriák, nagy kíséretes dalok, hanem inkább ilyen intim hangulatú. És mivel nemrég sajnos meghalt az egyik legnagyobb filmsláger zeneszerző, Ennio Morricone, tőle is kiválasztottam két gyönyörű dalt, és mivel az egész koncertnek az a címe, hogy Énekek Máriához, egy kicsit azért mégiscsak egy ilyen földön túl ilyen áhítatos koncert stílus lesz. Én remélem, hogy ezt így érezni fogja a közönség is.